Hát sziasztok! Üdvözlök mindenkit a EME 2022-es téli filmben. Hát elkezdődött a tél, most már azért nagyon hidegek vannak, nem olyan, mint Deszken. Most már azért lényegesen visszafűltek a vizek, illetve a levegő hőmérséklete. És hú, mintha nem lenne rajtam a kesztyű, úgy érzem. Tehát nagyon hideg van. Nincs az a gatyarohasztó meleg, sőt, még meg is vagyok fázva. De most eljött annak az ideje, hogy a decemberi téli filmet leforgassam. Ezúttal most, még csak a nálastón, aztán majd még lesz egy csomó téli tervem, hogy mihogy már meddig. Viszont ezt a tegnapi nap folyamán már elkezdtük csinálni, ezt a filmet, és úgy indult az egész, hogy megterveztük, hogy december 10-11-én ki fogunk jönni. Viszont ezzel az volt a probléma, hogy egész végig így ment fel a levegő hőmérséklete a héten, aztán a hétvégére egy így. Tehát most bejött ez a brutál hideg, tegnap még az esővel is, 18 mm esővel meg kellett küzdeni. Egész nap váltakozó intenzitással szakadt az eső. Annyira, hát most meg fúj a szél, annyira, hogy tulajdonképpen horgászni nem lehetett. Szinte egész napra beszorultunk a sátor alá, az erdő alá, aminek volt egy ilyen fala, és ezzel az erdővel próbáltuk meg kihúzni az egész napot. Viszont most nagyon-nagyon fúj a szél, ez rontja a pontosságot, rontja a kamera hangbevitelét úgymond, tehát ez ahhoz képest, hogy fúj a szél, még a hangom is lehet, hogy rosszul hallatszódik, ezért egy picit hangosabban próbálok beszélni. De ez van, az időjárás nem lehet befolyásolni. Most ezen az egyes helyen vagyok, amiről azt kell tudni, itt a Sándorfalvi nálasta van, hogy 100 méter alatt nagyon-nagyon iszapos. Tehát, hogyha 100 méter alá dobok, akkor úgy beleragad az iszapba, hogy szinte nem bírom kihúzni fél percig belőle. Tehát eddig rágatni kell, meg húzgálni kell, az pontnak se jó, és úgymond a halak sem, tehát a eddigi kifogott halakból következtetve azt mondhatom, hogy nem az iszapban vannak a halak, hanem a fölött, az olyan homokos területen. Tehát az, amit tudunk most ebben a videóban, ebben a időjárási körülményben, hogy minél távolabb bevírom juttatni a szerveléket, annál hamarabb lesz kapás, és annál több esélyen van halat fogni. Hát csöppet sem egyszerű ebben a nagyon hideg vízben, tehát ez a 1-2 fokos víz, mert nem érzem többnek, lehet, hogy maximum 3, ez szinte már a befolyás szélén áll. A hét közepére még ír ilyen mínusz 6, mínusz 7, mínusz 8-akat, ez még tovább fogja rontani a tó esélyt, hiszen nagyon-nagyon nagy esélye van annak, hogy befagyjon a tó. Ez nem tudom, hogy mennyire fog bekövetkezni, mert csütörtök pénteken már így a hétvége felé úgymond egy kicsit emelkedni fog, viszont akkor már nem fogunk parkászni egy másik helyen, hogyha nem fogy be az ott sem. Tehát a szél most annyit ront ebben a pecában, hogy mikor dobni próbálok, akkor picit visszafogja. Nem azért, mert oldalról vagy hátulra kapom szele, hanem mert nagy az öble, nagy a hasa a sinónak, és az is egy, hát egy 30-40 méter sinór, amit elfúj, és az mondjuk egy picit visszahúzza szinte a kosarat, mert az a 30-40 méter nem túlmegy a dobáson, hanem inkább ilyen öblöt csinál. Mindegy, a tegnapi nap felvételét most meg fogom mutatni. Hát nem sokat bírtunk belőle lefilmezni ebben a szakadó esőben. Csoda, hogy kijöttünk, tehát én sem lennék szó szerint ilyen hülye, hogy kijöjjek, viszont annyira hajt a vérem, hogy szeretnék filmet csinálni, szeretnék pontyot fogni, szeretnék egy kicsit vízparton pihenni, úgymond a sok tanulás után, tehát ez az eső így az ernyővel nem állított meg. Szerencsére nem nagyon áztunk meg az ernyő által. Megmutatom a tegnapi nap felvételeit. A tegnapi nap egyébként sikerült 3 darab keszeget fogni, 1 darab kárászt, illetve 2 darab pontyot. És elméletileg még 2 pontja elment, tehát megakasztottunk 2 úgymond nagyobb halat, de nem biztos, hogy pontjak voltak. Tehát a mai pecán is láttam, hogy húzta, bevágok neki, ez ponty, ez tuti ponty. Mire kiszedem, már csak egy nagy kárász lesz belőle. Tehát ezt
tehát hogyha pontyot fogunk, akkor ezt csak úgy bírjuk teljes mértékben kijelenteni, hogy az ponty, hogyha ki is jön. Mert ameddig a vízben van, addig lehet egy nagyobb kárász is, vagy egy hátbalkat keszeg. Mindegy, megmutatom a tegnapi nap felvételét, aztán belekezdünk a mai napba. Aztán még egy-két dolgot elmondok erről. Na gyerünk! Mondjuk egy kicsit vizes most a föld. Eltört a spicc. Nocinak azt hozta Mikulás, kamera a kamerában, hogy eltört a spicc. És így szakad az eső. Szakad az eső. Esik a eső. De legalább nincs olyan hideg. Ja. A kárték vagy, a susedli. Normálisak vagyunk. A kapásod van, Laci. Na, fogja. A spocska. Megvan? Nem. Szerintem az potyka volt. Ilyen nagy szakadó esőbe pontyot fogni. Szerintem megvan a tuti csalik. Azért csak egy guglov. Dominiknál mindig vannak jó csalik. Szerintem a szíre miatt nagyon jó. Úgy jó, hogy nem bírtam újjan dobni. Szakadó esőben, decemberben, ilyen hidegben, és pontot tartatok a kezemben. A csoki kuglóf, a narancsos ponty. Jéghideg a hal. Nagyon hideg. Milyen szép farka van. Jaj, de hideg a víz. Na fogjunk még többet, mert csak 11 óra vége van. Nos, eljött annak az ideje, hogy egy kicsit átfogó képet kapjatok arról, hogy milyen csalogató anyagokkal veszem üldözőbe a halakat. Szóval most, hogy egy kicsit elfogyott a szetett anyag, tehát a tegnapiból még maradt, az így szinte megmentett eddig, de most egy kicsit keverni kell. Fontos, hogy ilyenkor nem szabad csak etett anyagot keverni. Mondják azt, hogy bekeverünk 1-2 kilót francokat, bőven elég 300 gram egy napra. Tehát olyan, hát figyeljünk, hogyha 300-at elosztjuk 15-tel, az 20, az 20x3,
az 600 perc, az körülbelül olyan, nem, az 10 óra. Ez 10 óra percára bőven elegendő, hogyha mondjuk 20-30 perceként dobálunk. Tehát bőven elég egy 300 gram. Szóval most megmutatom, hogy mivel horgászok. Ezt a csoki Google fetett anyagot hoztam magammal most. Ez volt otthon. Gondoltam, hogy ha már van ez, akkor másikat nem veszek. Elpróbálom használni ezt, hiszen ezt 2 évvel ezelőtt vettem még. Csak annyira téli horgászatokhoz volt hangolva, hogy elég volt egy-egy-egy csomag egy filmre. És akkor 5 napot másfél kilóval végig horgáztunk. Ezt előre már kimértem. Nagyon kellemes illata van egyébként. Ezt amúgy kimértem már egy olyan 100-130 grammot. Bőven elég ez a mai napra már. Szerintem ennél többet nem is keverek. Tehát ez a maxetető anyag, amit még el fogok tudni használni. Szóval, tehát nem kell sok. Tehát az, ha valaki azt hiszi, hogy nagyon sok etető anyag kell, etetni kell, nem. Ez most az a lényeg, hogy minél jobban megpróbálj keresni a halakat, és hogyha ott vannak, akkor egy-egy pici kosárnyi kajával, egy finom csalival megfogjuk őket, hiszen ezek már nem úgy táplálkoznak, teljesen le van lassulva a szervezetük. Ez körülbelül 1 kilóhoz elegendő édesítőszer. Hát szerintem mindet nem rakom bele, de azért rakok egy keveset. Ez még egy kis ízt ad neki, egy kis pluszt ad neki még a szetett anyagnak. De sok nem kell szerintem. Tehát ez, hogyha ez megvan, összekeverem. Hát őszintén bevallom, hogy most, hogy ilyen nagyon-nagyon hideg van, még nincsen mínusz, de olyan 2 fok van. Ahhoz képest nem szívesen veszem le ezt a kesztyűt, hiszen nagyon fázik a kezem. Viszont most dobtam sikeresen egy újat, fagyott kézzel. Tehát van most egy 1/2 órám, úgymond pihenni. Bár lehet, hogy 1 perc múlva már elhúzza. És akkor megint dobhatok előről, de ez fene bánja, hogyha ilyen időben lesz valami. Most hozzak egy kis vizet. Ez fontos egyébként, hogy semmilyen aroma nem kerül. Mindjárt megmutatom, hogy milyen sprayvel próbálkozom. Tehát itt sem bonyolítom túl ezt a pecát, nem rakok ki magam elé 5 millió csalit, 5 millió sprayt, meg gélt, meg mindenféle booster aromát. Maga az alapkaja egy szénhidrát bázisú etető anyag. Ezt édesítőszerrel megtoltam. Tudjuk, hogy az édesítőszer amúgy a csodásra képes ilyenkor téli vizekben, hideg vízben, lehűlt vízben, de szerintem ezt nem kell túl bonyolítani. Tehát ez most úgy van, hogy etető anyag, egy kis édesítőszer benne, és 1 vagy 2 spray, 1 vagy 2 csalival próbálom, abban bízva, hogy egy-két csalival próbálom megfogni a halakat. Hát ide sok víz nem kell, viszont hogyha ezt túl nedvesítitek, akkor szinte már lőttek a pecának. Tehát ez itt nagyon fontos, hogy ez homogén legyen. Jó állagú legyen ennek a nedvesítése. Csak itt, hogyha nagyon kevés etető anyagot keverik be, akkor érdemes pici részletekben hozzáadni a vizet, mert hogyha sokat kevertek, akkor nem fog elfogyni. Sőt, még a következő 10 perc után se. Tulajdonképpen ennyi az egész. Egy kis etető anyag, és hozzá egy kevés kis édesítőszer. Ezt egy ilyen kis eperkrémes aromával próbálom néha-néha megfújni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem kell. Tehát az összes halamat spray nélkül fogtam. Hát ez szinte már így összeáll, és szerintem kosárba is tölthető lenne. Nagyon-nagyon-nagyon pici vizet rakok még hozzá. Legfeljebb egy ilyen 5-10 millit. Csak egy csöppet. Ennyi. Azért, hogy egy picit megszívják magukat a szemek. Kicsit felszívja a szetett anyag ezt a vizet. És egy pár perc múlva gyorsan lerostálom. Ennyi. Bőven elegendő. Szerintem még sok is. Nos, hogyha már megmutattam ezeket a etetőanyagot, akkor megmutatom, hogy mivel horgászok, vagy mivel próbálom megfogni a halakat ma. Tehát ez a
egyetlen, ez az egyetlen spray, amit használok most, jelen pillanatban, ez a Turbo Spray Eperkrém. Ez szerintem passzol az édes kajához, illetve itt van még ennek a csali változata, az etetanyagnak a csali változata, ez a csoki kuglóf. Hát, hogyha nem lenne ilyen hideg, akkor le is bírnám tekelni, meg hogyha nem csúszna, hogy megmutassam. Tehát ez is jelző, hogy milyen hideg van, sikerült. Tehát ez, mint látszódik, egy nagyon-nagyon erőteljes, színes, ízes csali, ez narancssárga. És azért bízok benne, hiszen kitűnik az etetőanyagból, illik is az etetőanyaghoz, és szerintem jól passzol. Tehát ezt nem lehet elmondani szavakban, hogy miért tartom jónak. Amivel fogok halat, abban bízok, és bízva rakom föl, és hogyha még tovább bírom fogni vele halat, akkor nyilván tudom, hogy ez működik, elnyerte a halak tetszését. Hú, ezt mindjárt lerostálom. Jó hideg van. Nem egyszerű ilyenkor a horgászat, de hogyha valaki téli horgászatra adja a fejét, akkor ne gondolja azt, hogy nagyon meleg van. Viszont egy tanács, hogyha nem akarjátok, hogy lefagyjon a kezetek, akkor vagy előző este keverjétek be a szetett anyagot, mert nagyon-nagyon jó, ha rendelkezésre áll, akkor tóvízzel, ha nem, akkor valami kis állatvízzel, vagy termosztával, ami forró. Az biztos, hogy nem fogja lefagyasztani a kezeteket. Most, hogy a szemek egy picit megszívta a mókat, le lehet rostálni. Tudom, hogy ezt már egy csomószor megmutattam videóba, egy csomó horgász megmutatta a saját videójában, de kiadhatatlan dolog ilyenkor, főleg télen, mikor nagyon kell az oldódása, a jó oldódása összetett anyagnak. Látszódik, nem sok ez, 150 g így vízzel szerintem, sőt ez, hogyha még el is morzsolom, akkor még le is lehetne szitálni, de minél úgy finomságúra akarom, szóval szépen áttöröm rajta. Hát azért az ujjaim nem nagyon örvendenek ennek, de mintha egy picit fölmelegedett volna ettől a víztől, pedig az sem több 1-2-3 foknál, biztos vagyok benne. Viszont, hogy ez már be van előző este keverve, akkor egy csomó időt, meg egy csomó készfázást megúszhatunk. Tehát, hogyha otthon ezt megcsináljuk, akkor lefagyhat akár éjszaka mínusz 10-ben is a kezünk, mondjuk akkor legtöbb tó már beszokott fagyni, akkor be lehet menni a házba, aztán ott melegíteni. Hát itt meg erre nem sok lehetőség van. Legfeljebb az, hogy beledugom a kesztyűbe, aztán onnan a zsebbe. Hogyha egy kicsit szétszórok, akkor lesz a madaraknak is. Látjátok, még rájuk is gondolok. Hát ez sem valami nagy cucc, de szerintem még sok is. Ennél még kevesebbet lehetett volna keverni. De hát, ha bejönnek a halak, aztán csipegetnek belőle. Az enyém a kisebb. Na, ez sem nagy ponty, de legalább de ponty. Ez már a második. Emeld fel az uszonyát. A halnak, a ponytnak. Anya. Csapatmunka. Nem már eleredt az eső. Igen. Aha, tényleg. Érzem magamon. Jó, nem tegyük őket vissza. És dobjunk be. Még le is akarna csapni.
Hú, és a víz is nagyon-nagyon ideg. Nem lehet több szerintem 2 foknál. Befogyás határán van. Vá! Most, hogy már 2 hal a csoki huglóf csalit választotta, csoki huglóf etető anyaggal, így most már bízok benne. Innen most már szerintem nem is váltok a nap végéig, még van egy 2 óránk sötétedésig. Már nem teljesen sötétedésig, de lassan, hamar besötétedik. Ilyenkor télen ez a szépséghibájuk van ezeknek a pecáknak. Kész életmentő a tegnapról megmaradt, még kevés keltető anyag. Nem sok, de egy pár dobás erejéig, ameddig felmelegszik majd a kezem a keverés után, arra bőven elég lesz. Hát nem mondom, nincsen meleg. Sőt, még egy kicsit meg is vagyok fázva, de nem baj. Itt a tuti csali. Szerintem ebből 2 szemet már is. Milyen kellemes illat, olyan, mint a szetető anyag. Olyan kellemes illatú. Nem egyszerű a peca. Tegnap állni kellett a savat, szó szerint. Akkor első volt, 18 milli. Hát az nem kevés, főleg itt decemberben. Hogyha kis mínusz lett volna, már lehetett volna hó is. De 10 fok volt. Akkor is hideg volt. Még ebben a 10 fokban is. Na, felbiggyeztem a csalikat, aztán mehet a peca. Szinte ezek a narancs színű csalik így világítanak a vízben. Szerencsére most nem fázik nagyon a kezem, ahhoz, hogy ne vigyem őket felfűzni így. Hát ez a nap első hala, nem nagy, de legalább már fogtam valamit fél óra alatt, nem mindjárt visszarakom. Ilyenkor mindig, amikor visszaengedi, kell rá egy kicsit tekerni, úgy bevágni, de csak azért, mert nagyon-nagyon messzire van, olyan 120 méterre bedobva a szereléke, és mivel ez itt nagyon nagy távolság, így tulajdonképpen nagy a nyúlása is, mikor bevágok, és akkor, hogyha megakad, azt akarom, hogy megakadjon, akkor be kell várni. Na, visszarakom ezt.
Hát ha nem is pont, legalább halat fogok. Ő volt az áldozat ez esetben. Egész nap ezzel horgászok szinte bízva a csaliban, és fogtam is vele már 3 darab fehér halat, de pontra vágyom. Nem, mintha nem örülnék nekik, örülnék, hogyha pörgős lenne a pec, csak 1-2 pont is jöjjön már be. Azért annak egy picit horgászati szempontból, meg videó szempontjából is nagyobb értéke van. De hát én is boldogabb lennék tőle egy kicsit. Hogyha nem csak a kálászok miatt fagyoskodnék, de persze ennek is örülök, mert legalább bírok egy kicsit filmezni nektek. Kicsit én is fogok, és halas lesz a kezem. Meg hát kikapcsolódás. Na nézzük. Hú, hogyha ránézek a telefonra, látom, hogy tiszta víz. Csöpög róla az eső. Mármint a víz, és most esik az eső. Hát, hogyha összegezni akarnám a tegnapi és a mai pecát, körülbelül olyan 500 g etetőanyag elhasználását, akkor bírtunk, ha jól emlékszem, 4 darab keszeget fogni, 5 darab kárászt, illetve 2 darab pontyot. Ha ezt mondjuk összeadnám, akkor mondjuk a 2 pontnak a súlya mondjuk legyen 5 kg, a kárászoknak mondjuk másfél, legfeljebb, és akkor még a keszegeket ráadjuk, akkor mondjuk ez egy hát legyen akkor egy olyan 8 kg. Tehát ez ilyen 8-8,5 kg hal, ami nem sok, de ilyen körülmények közepette, hogy látom, hogy szememben mindjárt ide belömlik az összes eső. A reggeli időszakban még egészen kellemes, úgymond szeles idő volt, majd azután egy picit megenyhült az idő, de azután jött egy kis köcitálás, most meg már esik. Tehát ez most így, ahogy Nimród mondaná, ez nem állapot. De tudjátok, hogy mennyire kitartó és fanatikus vagyok a horgászat terén, tehát még ilyen cudar időben is ki vagyok a vízparton, viszont hogyha már cudar, akkor olyan, mintha a tegnapi nap pontok szempontjából sokkal, de sokkal eredményesebb lett volna. Tudjátok, hogy megpróbálom mindig kihozni a maximumot egy adott napból, viszont úgy gondoltam, hogy a mai napot még jobban ki lehet hozni pontyok fogása terén, úgymond, mert megvolt egy jó csali, egy jó etetőanyag, egy jó távolság és egy jó hely. És akkor mondom, hogyha már tegnap nem bírtunk nagyon így a szakad első miatt horgászni, akkor a mai nap rászállom még azt a pár órát, hogy megpróbáljak pontyokat fogni még a félbe. Tehát ez egyáltalán nem sikerült. Jó, van még egy 10 percem, addig bármi megtörténhet, de olyan, mintha ez az esős idő sokkal jobban bejött volna a halaknak. Viszont tegnap a légnyomás körülbelül olyan 999-998 volt, most az éjjel folyamán 1993-ra lement, majd onnan fölment 1001-re. Tehát ez 8 egységnyi hektopaszkál, ami szerintem nagyon sok.
Tehát megtapasztaltam már a nálastavon, és ez olyan, mintha a hideg időben és a meleg időben teljesen más lenne. Hogy magyarázzam meg, amikor hideg idő van, akkor nagyon, de nagyon-nagyon alacsony légnyomásnál lehet megfogni a pontyokat. Nem tudom, hogy miért, nem ezt vallom, tehát ez nem ez a 900, meg ilyen 1000, meg ez, meg az, hanem inkább ilyen 1015 az, ami szerintem kedvez a pontyfogásnak. 1016, 1013, 1014, és olyan, mintha az ilyen hidegekben, olyan, mintha sokkal, de sokkal jobb lenne ez a kisebb légnyomás, viszont amikor meg nyár van, meleg van, akkor meg mintha a növekvő nagyobb légnyomás lenne jó. Ezt nem tudom megmagyarázni, de amikor nyáron alacsony a légnyomás, semmit nem lehet fogni. Valamikor meg lehet fogni, látjátok ezt a 30-40 darab pontot is. Jó, persze nem ilyenkor, itt már 3-4 darab is nagynak számít, nagy eredménynek számít, de nem egyszerű. Ilyenkor jól esik a melegtea. Viszont szerintem én ezt a videót lezárom, kivéve, hogyha még lesz egy pontja, de úgy tűnik, hogy a mai nap már nem sok minden várható. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Kellemes ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek még előre. Megpróbálok mind december 24-ig egy-egy filmet összehozni. Majd látom, hogy sikerül, ha nem, akkor mindenkinek boldog karácsony és boldog új évet kívánok. Sziasztok! Nem könnyű így beszélni ilyen hidegben sem.